Tovább fejlesztik a kiskörei iskolát. Óvodai beiratkozások. Májusfa a 60. kórház udvarán. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. Újabb jelentős fejlesztés a kiskörei Vásárhelyi Pál általános iskolában. Az eddig elnyert több mint 300 milliós pályázati forrást tovább bővítette a kormány, mintegy 90 millió forinttal, jelentette be április 30-ai kiskörei sajtótájékoztatóján a térség parlamenti képviselője Szabó Zsolt. A korábbi energetikai korszerűsítést infrastruktúrális fejlesztés követi a kiskörei Vásárhelyi Pál általános iskolában. Az intézmény fenntartója az EGRI tankerületi központ, az emberi erőforrás fejlesztési operatív programban EFOP pályázaton nyert 319 millió forintot. Ezt a magyar kormány további 90 millió forinttal egészítette ki. A fejlesztések nem állnak le, az építkezések mennek, és igenis az iskolák, az intézményeknek a külső, a kubatúra, a belső, a tanterem, a sportpályák, ezek a fejlesztéseknek kell, hogy menjenek tovább. Ez az intézményben a szaktantermek száma kevés, olyan speciális terület jön létre, mint például táncoktatásra, néptáncoktatásra alkalmas terem, olyan terület, ahol digitális technikával nyelvet lehet pluszba oktatni, bármilyen szaktantárgyat. Rengeteg digitális technikához kapcsolódó tábla, laptop kerül beszerzésre, különböző eszközök, amivel az oktatás színvonala mindenképpen nőni fog. Kisköre városnak ez a központi iskolája, ez az iskolája, ezért nagyon fontos számunkra, hogy milyen környezetben tanulnak az itteni gyerekek. Eddig kevés volt a szaktanterem, de most már egyebek mellett néptáncterem és digitális nyelvoktató bázis is lesz. Egy ekkora lehetőséget úgy hiszem, hogy hálával kell tartoznunk a kormánynak, képviselő úrnak, a tankerületnek, mindenkinek, hogy ebben, aki ebben részt vett, hogy ez ide eljuthasson. Ide a, úgy mondhatnám egy kicsit a Heves megye legszélére, mert már a Tisza híd után már Szalók, és nagyon szépen fejlődik ez a terület. Tehát nyilván, ahogy már az előbb is mondtam, hogy nekünk úgy hiszem, hogy ez minket azért majd kötelezni fog, hogy nem csak elvártunk valamit, hogy megkapjunk, hanem ezért komoly feladatunk lesz, hogy ezt meg is őrizzük, illetve hogy tegyünk annak érdekében, hogy az a vélemény alakuljon ki, hogy megérte ide beruházni. A projekttel fokozni kívánják az intézmény eredményességét és az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát. Tekintettel a veszélyhelyzetre az óvodai beiratkozás menete is módosult. Most személyes találkozás nélkül telekommunikációs eszközökkel kellett megoldani a szülőknek, hogy tájékozódjanak az óvodákról, illetve hogy egyeztessenek azok fenntartóival, vezetőivel. Az óvodai beiratkozások határideje április 17-én lejárt, az intézményeknek pedig április 30-áig kellett döntést hozni a körzeten kívüli jelentkezésekről. Azoknak a szülőknek, akik a körzeti intézményekbe kívánták gyermekeiket elhelyezni, semmi teendőjük nem volt. A témában Lőrinc Csabánét, a Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsöde intézményvezetőjét kérdeztem. A Lőrinci óvoda 40 éve nyitotta meg kapuit a gyermekek számára. Az intézmény évtizedek alatt kialakított és követett pedagógiai programja a prevencióra épül. Kiemelt feladatai az egészségmegőrzés, a természetvédelem és a hagyományőrzés. Ezekre épülnek a gyermekek mindennapos tevékenységei. A következő nevelési évre is várják a kicsiket, annak ellenére, hogy a beiratkozás most kicsit másképp alakult. A köznevelésért felelős miniszter határozata alapján ugye a koronavírus terjedése okán kihirdetett vészhelyzet miatt most a 2020-21-es nevelési évre történt beiratkozás másként zajlott, mint a korábbi években. Mi kötelező felvételt biztosító óvodaként hivatalból felvettük a körzetünkbe tartozó azon gyerekeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette volna. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az most így nem szükséges a járványhelyzet miatt,
hanem majd a gyerekek első óvodai nevelési napján kell a szülőnek ezt bemutatnia. Tehát ha a szülő olyan óvodába szándékozik beiratni gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. A Lőrinci óvoda vezetősége április 21-én minden gyermek, illetve szülő számára kiküldte a felvételi határozatokat. Ha a szülő azonban nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné íratni gyermekét, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon kellett jeleznie az általa választott óvoda vezetőjének április 17-éig. A Lőrinci óvodába is több olyan gyermek felvételét kérték, akik körzeten kívüli lakóhelyen rendelkeznek. Az oktatási hivatal névsora alapján, tehát akik a mi körzetünkbe tartoznak, és 2020. augusztus 31 napjáig betöltötték a harmadik életévet, nekik szeptember 1-től legalább napi 4 órás óvodai nevelés kötelező. Tehát őket most hivatalból tulajdonképpen felvettük. Az intézményvezető hozzátette, április 30-ától napközbeni felügyeletet biztosítanak a gyerekeknek a szülők által igényelt időszakban, munkanapokon 6 és 17 óra között. Májusfát állítottak a 60-i Albert Schweitzer kórház udvarán, ezzel tisztelegve a kórház dolgozói és a térségben élő hölgyek előtt. Május 1-e nem csak a majálisok és a helyi mulatozások ünnepe, hiszen őseink egyik legjellegzetesebb szerelmi jelképe, a májusfa is ehhez a naphoz köthető. Elődeink ezekkel a díszes fákkal, zöldágakkal jelezték, hogy szívük kit választott. A májusfa azonban nem csak a szerelem jelképe. A májusfa állítás mindig a tavasz, a tavasz hídnöke, a jövőbe vetett hit, az egészségünkbe vetett hit, az, hogy mindig van holnap, mindig van tovább lépés. Itt éppen a kórház kertjében vagyunk, májusfát állítottunk Szabó Otto képviselő úrral és Vörös József úrral, valamint egy nagyon nagy csapattal, polgármesterekkel, képviselőkkel, segítőkkel. Egy elég szép májusfát sikerült odahozni, majdnem 10 méter magas, gyönyörű színesen felállítottuk. Vannak rajta piros szíveskék, szeretnénk kifejezni azoknak, akik dolgoznak érettünk itt a vírus idején, hogy mennyire hálásak vagyunk, és azt szeretnénk megmutatni, hogy igenis hiszünk a jövőbe, hiszünk a tavaszba, hiszünk a megújulásba, hiszünk a jövő évtizedeibe, és hiszünk a jövő nemzedékébe. A hagyomány szerint a májusfák készítése a legények feladata volt. Éjszaka vágták ki az erdőn a fát, és május 1-ére virradóra többnyire titokban állították fel a helyi szokásnak megfelelően, lányos házakhoz, illetve a középületek, kocsmák elé. A fát többnyire őrizték, hogy a vetétársak el ne vigyék. Most azonban nem vetétársak, hanem a térség együttműködő politikusai gyűltek össze, hogy a rendkívüli helyzet ellenére folytassák az évekkel ezelőtt elkezdett szép hagyományt. Boldog polgármestere Petőfi, Ecsét polgármestere, többen volt, sokan voltunk. Hála az égnek, nem kellett kétszer mondani. Lendület van bennünk, akarunk, szeretjük a térségünket, építjük a térségünket, szeretjük az itt élő embereket, és büszkék vagyunk rá, hogy itt életünk Magyarországon. A fát a Batakert, a 60-i Vadásztársaság és Lantosi Viktor gépkölcsönző közreműködésével állították fel. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb kedden találkozhatnak, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Szombaton elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Hosszabb, rövidebb időszakokra azonban kisüthet a nap is. Hajnalban 8 fok, délután 20 fok várható. Vasárnap még egy hideg front érkezik, kialakulhat futózápor, esetleg zivatar a napos időszakok mellett. Reggel 9 fok, délután 19 fok valószínű. Hétfőn napos, gomoly felhős, de csapadékmentes idő várható. A reggeli órákban 6 fokra, napközben pedig 21 fokra számíthatunk.